Hűtlen kezelés büntette és más bűncselekmények miatt indítottak nyomozást a Nyír VV egykori vezetője és két társa ellen még 2012-ben. Az ügyben tavaly nyáron született elsőfokú ítélet, melyben többek között 4 év börtönbüntetésre ítélték az elsőrendű, 3-3 év börtönbüntetésre pedig a másod és harmadrendű vádlottakat. Az ítélet ellen az ügyész és valamennyi vádlott fellebbezett, így a másodfokú ítélet hirdetése szerdán délelőtt került sor. Hirdetem a törvényszék másodfokú ítéletét. A törvényszék a Nyíregyházi Járásbíróság 2017. június 21-én meghozott 18B/764/2015/46 számú ítéletét megváltoztatja a következők szerint. Elsőrendű vádlottat a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés büntette, BTK 376 szakasz első bekezdés és negyedik bekezdés alpontja miatt emelt vád alól felmenti első vádpont. A vádlott terhére megállapított és a járásbíróság által gazdasági csalás büntetteként értékelt vagyonelleni bűncselekményt hűtlen kezelés büntettének BTK 376 szakasz első bekezdés negyedik bekezdés alpontja minősíti második vádpont. A hamis magánokirat felhasználásának vétségét bűnsegédként elkövetettnek minősíti. Második vádpont vádlott börtönbüntetésének és mellékbüntetésének tartamát 3-3 évre enyhíti. A másodrendű vádlott 3 éves börtönbüntetését 1 évre mérsékelte az eljáró bíróság, melynek végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztették. A harmadrendű vádlott büntetését 2 évre enyhítették, melyet szintén 2 év próbaidőre függesztettek fel, a közügyektől való eltiltást pedig mindkét esetben törölte a bíró. Ezen túl mindhárom vádlottat egyetemlegesen további 54 ezer forintnyi másodfokú bűnügyi költség megfizetésére kötelezték. Ebben a körben a járásbíróság által vádlott terhére megállapított súlyosító körülményeket egyrészt annyiban helyesbíteni szükséges, hogy mellőzendő a többszörös halmazat, valamint a vagyoni hátrány közpénzben jelentkezésének ilyenként értékelése. Ugyanakkor viszont megállapítható az, hogy a vádlott cselekményével az alaptörvény nagy N cikkében deklarált átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás követelményének maradéktalan érvényesülését is nyilvánvalóan veszélyeztette az önkormányzat tulajdonát képező Nyír VV ügyvezetőjeként. A másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy az elsőrendű vádlott által vezetett önkormányzati tulajdonban lévő Kft. A korábban megállapított 82 millió forintnyi kár helyett 32 millió forintnyi veszteséget szenvedett el az ügyvezető tevékenységének következtében. Az enyhítő és a súlyosbító körülmények miatt a bíró a vádlottakra a büntetési tételek középső értékét szabta ki, melyet a másod és harmadfokú vádlott elfogadott. Egyes tényállásokonnak felmentésnek lenne, súlyéletek is tényállásokonnak felmentésnek lenne. Jó, köszönöm szépen. Mindez azt jelenti, hogy a Nyíregyházi Járásbíróság 18B/764/2015/46 számú ítélete másod és harmadrendű vádlottakkal, valamint a NEUT korlátolt felelősségű társasággal szemben, a fenti változtatásokkal szemben a mai napon jogerőre emelkedett, és a vádlottakkal szemben kiszabott börtönbüntetés kivételével végrehajtható. A vádlottak ügyében tehát a gazdasági csalást hűtlen kezelésre minősítette át a bíróság. Az ügyész a Nyír VV volt vezetőjének első vádpont alóli felmentése miatt fellebbezett az ügyben, míg a vádlott a saját felmentését kérve nyújtott be fellebbezést. Az ügy a debreceni ítélőtáblán folytatódik majd.